14 évesen hogy lehet pénzt csinálni? Iskolatársakkal üzletelni, cserekereskedtünk, cipőktől kezdve minden. Tök jó. Ezt neveznéd így az egyik legfontosabb pillérnek, hogy olyan közegben nőttél fel? Én szeretetteljes közegben nőttem fel, és emiatt bátrabban tudok és tudtam döntéseket hozni. Értem. Ez a fajta háttér azért nagyon megnyugtató. És én mindig hangoztatni szoktam, hogy az én történetem az nem ugyanaz, akár Gattyán Györgyé, vagy Borsányi Gáboré, hogy tudod, szegényebb családból, szerényebb körülmények közül indulva nagyon nagy teljesítménnyel lehet eljutni oda. Az én teljesítményem az ilyen szempontból kevesebb, mert mi jó körülmények között éltünk, jó módúak voltunk. Végeztem amúgy itt a BMW-n gazdálkodási és menedzsmentet, de hát az köszönő viszonyban sincs a vállalkozással, legalábbis én úgy éltem meg, hogy nem sok köze van hozzá. Az ugye ahhoz jó, hogy egy multis katonát faragjanak belőled, de az meg soha nem akartam lenni. Magyarországon korábban is, de talán most is, nagyon elméleti az oktatás. Igen. Itt ez valamiért nem volt tudatosan felépítve. Van magyar mesterdiplomám, nem bántva a magyar oktatás, de rendkívül alacsony színvonalú volt. Nem nagyon volt hozzáadott értéke az életemhez. Azt a fajta mentalitást, ami egy vállalkozó szemlélethez kell, én azt gondolom, hogy nagyon, nagyon kevés esélye lehet Magyarországon, a mostani Magyarországon, sőt a 10-15 évvel ezelőtti Magyarországról is beszélve megkapni. Hollandiában olyan tanulmány is volt, ami a 4 év alatt kötelezővé tette, hogy egy céget építsenek fel. De én az első évemben, amikor Hollandiába jártam, már az első negyed év végén, tehát 3 hónappal a tanulmány megkezdés után, öltönyben kellett egy 5 fős nemzetközi csapatban összeraknunk prezentációt, öltönnyakkendőben az egyetemi vezetésnek, és az év végén pénzt csináló projektet kellett csinálnom. Ha nem csináltál pénzt, megbuktál. Vége. Ott kirúgnak az egyetemről. És akkor is egy nemzetközi csapat, egy országból nem lehetett két ugyanolyan. És a mi ötletünk bármennyire is furcsa, de egy évkönyv volt, amit megvett az összes diák és a tanár. És kijött pluszba. És ezzel mi teljesítettük a feladatot úgy, hogy emlék is volt, tehát kipipáltuk azokat, hogy mi az értékteremtés és a többi. És szerencsére nem kell túl gondolni, ez nem egy nagyon durva ötlet, de ott akkor tök jó volt, lefényképeztük, tudtad, hogy, ja. hogy ez jól működött. De a hollandoknál hát olyan extrém példákat tudok mondani, hogy azóta is mesélem a történeteket, hogy miket megcsináltak. Nem akarok belemenni, de olyan, hogy így magyar szemmel ez így felfoghatatlan lenne, hogy páran mit bevállaltak. Hát ez a különbség. Ott meg se kérdezték, hogy most szabad-e vagy nem, meg ez így rendben van-e vagy nem. Nyilván az is durva, hogy eleve gondold el egy gazdasági képzésen, azt mondják, hogy jó, ki vagy rúgva, hogyha nem csinál pénzt a projekted. Jó, 3 hónapod van, üzleti tervet kellett készíteni, megvalósítást és eladást. A techból az egyébként hogy pattant ki a fejedből vagy fejetekből, miért éppen ezt csináltátok akkor ott meg? Ugye a techból, és ilyen szempontból sorsszerű, hogy a szomszédom volt Borsányi Gábor, ő az, aki a Balatonon sok-sok évvel ezelőtt játszott a betonpingpongasztalon, tehát ő a kreatív ötlet gazdája a techbolnak, viszont tudta, hogy a Műszaki Egyetem fociklubjának vagyok az elnöke, és ő focizott, és azt mondta, hogy oké, van egy jó ötlet, csak ugye ezt hogyan nyomjuk tovább, és itt jött a műszaki oldal. Tehát itt a kreatív, meg a műszaki oldal igazából szomszéd volt. És én számomra, mint a futball, ez mindig egy ilyen szívemhez közel álló dolog volt, és ezért egyértelmű volt, hogy mi megtaláltuk a közös hangnemet. Ráadásul pont egy olyan helyzetbe kerültünk, amikor így ketten együtt küzdöttünk egy közös jó célért, tipikus magyar történet, ott, ahol vettünk lakást, ott a bank bedöntötte a kivitelezőt, és mindenféle bírósági eljárások voltak, és kb. Így
mi ketten harcoltunk úgy igazából az igazunkért, meg az egész házért. És hát végül is így alakult, hogy fél évig mi ketten laktunk egy ilyen, nem tudom, 60 lakásos újépítésű társasházba. Tehát, hogy ez így indult ez a közös történet. Mondtuk is mindig, hogy mi háborúban edződtünk. Sziasztok, Sorsdájt vagyok, vállalkozó és befektető, ez itt a Without Bullshit interjúk, és a mai vendégem, képzeljétek el, Huszár Viktor. Ez egy nagyon korszakalkotó alkalom, hiszen azért kevés ennyire tehetős és sikeres emberrel sikerült interjút csinálni. Szerencsére egy-kettő volt, de abszolút ritka. Úgyhogy nagyon örülök, hogy itt lehetek, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, Viktor. Én köszönöm. Nyilván a tehetős meg a sikeres az egy szubjektív fogalom. Én azt mondanám, hogy én egy szabad ember vagyok. Szabad ember, igen, és egyébként pedig ugye a Techbolnak, a Techbol Holdingnak egyrészt a társ alapítója, másrészt pedig ugye a vezérigazgatója. A Techbolt már azért elég sokan ismerik, nem csak Magyarországon, hanem ugye nemzetközi szinten. Tehát mondhatjuk, hogy valamilyen szinten azért egy sikersztori, és ebbe, ha nem bánod, akkor egy kicsit így a mélyére szeretnék ásni, meg ugye neked is, hogy indult ez az egész. Ez volt-e az első vállalkozásod például? Nem, a Techból már sokadik vállalkozásom. Én, aki esetleg nem ismeri, hogy ez a görbe pingpongasztalon focizós játék, és az én vállalkozási kedvem már ilyen 10 éves koromban megjött. Tehát én nagyon fiatalon kezdtem el vállalkozni. Már 14 éves koromtól volt valamilyen jövedelemszerző tevékenységem. Micsoda egyébként 14 évesen, hogy lehet pénzt csinálni? Úgy, hogy az iskolában, például amikor bejött még anno ez a CD másolás, akkor én már ott elkezdtem CD-ket másolni, mindenféle iskolatársakkal üzletelni, cserekereskedtünk, cipőktől kezdve mindennel. Tök jó. De egyébként vállalkozói családba születtél, és akkor onnan jött ez a véna, vagy ez csak úgy egyedül? Nem annyira. Van, meg volt vállalkozása a szüleimnek, de ők elég speciálisan az egészségügyben, foglalkozás egészségügyben voltak, meg vannak. Tehát nem mondanám klasszikus értelemben őket vállalkozónak, édesapám orvos professzor, édesanyám mérnök, tehát ők inkább a céltudatos vállalkozók voltak, ők nem nyúltak bele sok mindenbe. Én valahogy a nemzetközi környezet miatt, én nemzetközi iskolákba jártam, jobban belecsöppentem abba, hogy mondjuk egy magyar iskolában lehet, hogy a szünetben nem volt az a fajta cserekereskedelem, mint egy ilyen nemzetközi iskolában. Nyilván voltak egyébként Ázsiából is, tehát tudod, ahol a kínaiak megjelenik, most tényleg minden sértés nélkül ott hamarabb beindul ez az üzleti dolog is, tehát hogy inkább a közeg miatt. Tehát akkor ezt neveznéd így az egyik legfontosabb pillérnek, hogy olyan közegben nőttél fel? Én szeretetteljes közegben nőttem fel, és emiatt bátrabban tudok és tudtam döntéseket hozni. Értem. Ez a fajta háttér azért nagyon megnyugtató. És én mindig hangoztatni szoktam, hogy az én történetem az nem ugyanaz, akár Gattyán Györgyé, vagy Borsányi Gáboré, hogy tudod, szegényebb családból, szerényebb körülmények közül indulva nagyon nagy teljesítménnyel lehet eljutni oda. Az én teljesítményem az ilyen szempontból kevesebb, mert mi jó körülmények között éltünk, jó módúak voltunk. Tehát, hogy mindig mondom, hogy én a budai hegyekből jövök, és nem pejoratív módon, de ez egyfajta nyugalmat adott. És talán jól sáfárkodtam ezzel, mert sok tehetős családból jövő gyermek azért ezt elpazarolja, vagy ezzel visszaél. Igen. Én inkább
ezzel tudtam jól bánni, viszont meg tudtam hozni azokat a döntéseket, amit lehet, hogy más hasonló kvalitású ember a háttere miatt nem hozott volna meg ugyanolyan bátorsággal. Értelek. És szerinted mi az egyébként még, amin mondjuk múlhatott az, hogy ma ott tartasz, ahol tartasz? Tehát mennyire fontos egy vállalkozó élet útjában például azon kívül, hogy milyen közegben van, hogy milyen iskolákba járt, vagy hogy milyen embereket font be akár befektetőnek? Tehát mennyire fontos mondjuk az iskoláid? Rendkívül. Rendkívül. Tehát én törvényszerűségeknek is hívom ezeket, de bele lehet szólni abba, hogy milyen törvények hatnak az emberre. Az egyik ilyen az egyértelműen a vonzás törvénye. Egy nagyon egyszerű példát, 9 sikeres ember mellett te leszel a 10., 9 balfék mellett te leszel a 10. balfék. És az én esetemben nem véletlen, hogy Magyarországon, nemzetközi szinten is rengeteg olyan nagyon-nagyon gazdag ember van. Tehát, hogy milliárdos magyar szempontból, de ismerek nagyon sokat, aki dollárban milliárdos. És azért jó érzés, hogy ők elfogadják azt a fajta mentalitást, amivel én rendelkezem. Az iskoláim pedig azért voltak rendkívül fontosak, mert más rendszerben tanultam. Én nemzetközi érettségit raktam le. Ez egy picit ahhoz hasonlít, mint amilyen a magyar emelt szintű érettségi rendszer lett, de ezt a világ, nem tudom, majdnem 200 országában elfogadják ezt a diplomát. Teljesen más módszertannal tanultunk, és ehhez azért kellett a tudáson kívül nyilván anyagi háttér is megint csak. Ez nem a klasszikus nemzetközi iskola, de azokban is ez van a mai napig. Tehát mondjuk egy ilyen British, meg ezekben, ami méreg drága, ott is ez az IB rendszer van, amiben én is tanultam. Én annyi, hogy én egy állami iskolába tanultam, a Karintibe, ahol elérhető volt ez a rendszer. Tehát, talán megtehettük volna, hogy a Britishbe, meg ezekbe menjünk, de valamiért azért ezt a magyar oktatási részt nem akarták a szüleim sose elengedni. Ilyen egészséges hazaszeretet volt a magyar nyelv, magyar irodalom iránt, de az én tanáraim, meg az én iskoláim, ezek a rendszerek, ezek megalapozták olyannyira a jövőt, hogy az egyetemi években nagyon-nagyon rugalmasan tudtam nagyon kiváló eredményt elérni ennek köszönhetően. Értem, és akkor egyébként egy fiatalnak, ki mondjuk most 20 éves, vagy akár csak 10 éves, és szeretne vállalkozóvá nőni, akkor mit javasolnál, hogy keressen ilyen iskolákat? Nyilván itt függ attól is, hogy most a szülei meg tudják-e fizetni, vagy nem, de hogy tud igazán jó vállalkozó lenni az ember? Ennyire fontos az iskola része, vagy minél előbb kezdjen el inkább gyakorlatban vállalkozni? Gyakorlatban, mert én 14 éves korom óta vállalkozom, meg üzleteltem, és 16-17 éves koromban ez már kifejezetten sikeres volt, 18-19 éves koromban pedig magyar szinten a fiatalok között abszolút milliómosnak számítottam. És ott voltak olyan bátor döntéseim, hogy annak ellenére, hogy kvázi az itthoni nagyon nyugodt és királyi életet választhattam volna, ezzel szemben lemondtam egy csomó dologról, és külföldre mentem tanulni. Nyilván a nemzetközi érettségének köszönhetően a világ szinte bármely országába mehettem, és akkor én ott hoztam egy olyan döntést, hogy olyan országba akarok menni, ahol üzletileg bizonyítottak. És ez Hollandia volt. Az én szememben Hollandia egy olyan kis ország, mint Magyarország, mégis olyan világcégeket ad, mint a Royal Dutch Shell és társai. És az ő mentalitásuk nagyon közel állt ahhoz, amilyen én vagyok, és nagyon sokat hatott is rám, amilyen én vagyok. Hollandiában legmagasabb az angolul beszélők aránya az EU-ban, tehát akkor is már 90% fölött volt. És én azt látom, hogy ami van nekünk adottságunk, az a magyar nyelv. Annyira más a magyar nyelv struktúrája, hogy aki megtanul emellé még több nyelvet is, az valahogy mindig tud kreatívabban gondolkodni. Tehát a ragozástól kezdve egy csomó olyan példa van. Tehát ha megtanulsz
egy másik nyelvet, szinte anyanyelvi szinten, és én ezt mondhatom magamról, hogy angolul ilyen szinten beszélek, de beszélek németül, spanyolul, tehát sok nyelv, hollandul egy picit, tehát sok nyelvet beszélek, és a magyar anyanyelvem miatt tudok úgy angolul, angolosan beszélni, de magyarul gondolkodni. A legtöbben, akik nem éltek kint, nem éltek olyan környezetben, ők fordítanak magyarról angolra, meg angolról magyarra. Ez nem fog működni. Ehhez el kell tölteni annyi időt olyan közegben. És én olyan lemondásokat csináltam, például amikor kimentem Hollandiába, hogy senkivel nem beszéltem magyarul. A saját családomhoz sem akartam, és amikor hazajöttem először, akkor édesanyám mondta, hogy angolul beszéltem álmomban. Tehát, hogy annyira rákényszerítettem magamat arra, hogy komfortzónán kívül jöjjek, hogy sokkal gyorsabban belelendüljek, úgy, hogy én úgy mentem, hogy az én angolom a magyar átlaghoz képest a nemzetközi érettségé miatt már átlag feletti volt. Tök jó. Nagyon jó. Igen, egyébként én saját magam nagyon-nagyon sokat gondolkodtam ezen, hogy érdemes-e elmennem valamilyen olyan egyetemre, mert végeztem amúgy itt a BME-n gazdálkodási és menedzsmentet, de hát az köszönő viszonyban sincs a vállalkozással, legalábbis én úgy éltem meg, hogy nem sok köze van hozzá, az ugye ahhoz jó, hogy egy multis katonát faragjanak belőled, de az meg soha nem akartam lenni, és ezért mindig kutattam, hogy akkor hova kéne menni ahhoz, hogy vállalkozói képzést tudjak elvégezni, és nem nagyon találtam itthon olyat, amire így azt mondták volna sokan, hogy igen, az tényleg arra tanít meg, és nagyon jó, úgyhogy ezzel nézelődtem külföldön is, aztán végül elengedtem, és a mai napig nem tudom, hogy jó ötlete egyébként az, hogy elengedtem, és gyakorlatban tanulom, meg járok nagyon sok ilyen képzésre, meg mindenfélére, de hogy inkább gyakorlatban és tapasztalatban. Magyarországon korábban is, de talán most is, nagyon elméleti az oktatás. Igen. Itt ez valamiért nem volt tudatosan felépítve. Van magyar mesterdiplomám, nem bántva a magyar oktatás, de rendkívül alacsony színvonalú volt. Nem nagyon volt hozzáadott értéke az életemhez. Ettől függetlenül itt Magyarországon is biztos van, ami egy kicsit hasznosabb. De azt a fajta mentalitást, ami egy vállalkozó szemlélethez kell, én azt gondolom, hogy nagyon, nagyon kevés esélye lehet Magyarországon, a mostani Magyarországon, sőt a 10-15 évvel ezelőtti Magyarországról is beszélve megkapni. Igen. Mondok pár példát, hogy Hollandiában olyan tanulmány is volt, ami a 4 év alatt kötelezővé tette, hogy egy céget építsenek fel. De én az első évemben, amikor Hollandiába jártam, már az első negyed év végén, tehát 3 hónappal a tanulmány megkezdés után, öltönyben kellett egy 5 fős nemzetközi csapatban összeraknunk prezentációt, öltönnyakkendőben az egyetemi vezetésnek, és az év végén pénzt csináló projektet kellett csinálnom. Ha nem csináltál pénzt, megbuktál. Vége. Ott kirúgnak az egyetemről. És akkor is egy nemzetközi csapat, egy országból nem lehetett két ugyanolyan. És a mi ötletünk bármennyire is furcsa, de egy évkönyv volt, amit megvett az összes diák és a tanár. És kijött pluszba. És ezzel mi teljesítettük a feladatot, úgy, hogy emlék is volt, tehát kipipáltuk azokat, hogy mi az értékteremtés, és a többi. És szerencsére nem kell túl gondolni, ez nem egy nagyon durva ötlet, de ott akkor tök jó volt, lefényképeztük, tehát hogy ez jól működött. De a hollandoknál hát olyan extrém példákat tudok mondani, hogy azóta is mesélem a történeteket, hogy miket megcsináltak. Nem akarok belemenni, de olyan, hogy így magyar szemmel ez így felfoghatatlan lenne, hogy páran mit bevállaltak. Hát ez a különbség. Ott meg se kérdezték, hogy most szabad-e vagy nem, meg ez így rendben van-e vagy nem. Nyilván az is durva, hogy eleve gondold el egy gazdasági képzésen, azt mondják, hogy jó, ki vagy rúgva, hogyha nem csinál pénzt a projekted. Jó, 3 hónapod van, üzleti tervet kellett készíteni, megvalósítást és eladást. De ez így jó, tehát hogy ez így kéne, hogy működjön egyébként itthon is. Tehát enélkül azért elég bukdácsolós lesz az első 5-10 év. De ugye aki oktat, az általában ott kín már csinált pénzt.
Hát igen, itthon tehát ezzel itt, is probléma itt van. Azért ezzel is gond van, hogy, hogy nagyon kevés olyan empirikus tudású oktató van. Érted, a Gattyán György oktatna arról, hogy hogyan lehet pénzt csinálni, akkor biztos sokkal többen érdeklődnének, vagy Csányi Sándor. Igen. Tehát, hogy, hogy inkább ez hiányzik. De egyébként nem azt mondom, hogy nincsen itthon jó kvalitású egyetemi tanár, de én nagyon elméletinek gondolom őket. Egyetértek. És egyébként, ha már felhoztad a Gyurit, kíváncsi vagyok, hogy szerinted a saját sztoridban, a saját sikeredben Gattyán Györgynek mekkora hatása van, vagy mennyire volt erre az egészre ráhatása? Rendkívüli. Uh-huh. Nagyon fiatal korom óta ismerem őt. Uh-huh. Szerintem több mint 15 éve lassan. Uh-huh. És honnan ismered egyébként? Onnan, hogy amikor, mert én is az IT-ban voltam, és a legendás Victor Hugo utca, ahol indult sok minden, többek között a Gyurittól kezdve sok embernek a vállalkozása, én nekem is ott volt irodám. És az a közeg úgy indirekt, de kapcsolatban volt, és utána pedig a Műszaki Egyetem foci csapata elnökeként ugye rájöttem arra, hogy a HR folyamat az egyik legnagyobb kihívása a magyar komoly cégeknél, akik nemzetköziben gondolkodnak, és egy picit a sport támogatáson keresztül megfordítottuk azt, hogy hogyan lehet behozni az emberekhez jó mérnököket, akár egy műszaki egyetemről. Hmm. Főleg úgy, hogyha van rálátásunk egy jó talent poolra, egy ilyen tehetség kvótára, és ezáltal kerültünk kapcsolatba, és utána a Techballnak köszönhetően kezdtük el az együttműködést, és azóta meg ez látszik, hogy milyen hatásos és milyen hatékony. Tehát azt kell mondjam, hogy embertől annyit nem tanultam, mint tőle. Hmm. És akkor azt mondanád, hogy nélküle nem tartanátok most itt, ahol vagytok? Egyértelműen. Tök jó. Egyértelműen. És benne meg is van ez a mentorálás. Hmm. Nem csak felénk, szerintem így egész Magyarország felé. Lehet még most sokan nem értjük, majd egyszer megfogjuk. Hát kíváncsi vagyok, nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy mik azok a dolgok, amiket tanultál tőle, egy-kettőt meg tudsz említeni? Rengeteget. Nem, annyi digitális tárhelykapacitás nincsen. Abszolút. Tehát ő is különböző időszakokon van túl, és amit ő már megélt, azt nekünk átadva meg tudjuk spórolni. Tehát az, hogy ő felépítette 1000 fős emberállománytól kezdve, hogyan, miként, emberi pszichológia, mennyire engedjük közel magunkhoz, távol magunktól a munkatársakat, hogyan a családdal, hogyan meg miként érdemes kezelni bizonyos helyzeteket. Tehát nagyon sok személyes, nagyon sok szakmai tapasztalat van, amit még egyszer mondom, nagyon fel nem lehetne sorolni. És hát az a fajta nyugalom, ami a legnehezebb, főleg, hogyha az ember olyan erős karakter, mint akár jó magam, hát én könnyen égetek. Akár jó szándékkal is, de annyira sok energiám van, és ezt a tüzet, hogy hogyan lehessen kezelni, ezt még mai napig próbálom megtanulni, és ebben egyértelműen ő az első számú mentor, aki érdemben segít. Értem. És a Techball az egyébként hogy pattant ki a fejedből, vagy fejetekből, miért éppen ezt csináltátok akkor ott meg? Ugye a Techball, és ilyen szempontból sorsszerű, hogy a szomszédom volt Borsányi Gábor, ő az, aki a Balatonon sok-sok évvel ezelőtt játszott a betonpingpong asztalon, tehát ő a kreatív ötlet gazdája a Techballnak, viszont tudta, hogy a Műszaki Egyetem foci klubjának vagyok az elnöke, és ő focizott, és azt mondta, hogy oké, van egy jó ötlet, csak ugye ezt hogyan nyomjuk tovább, és itt jött a műszaki oldal. Tehát itt a kreatív, meg a műszaki oldal igazából szomszéd volt. És én számomra, mint a futball, ez mindig egy ilyen
szívemhez közel álló dolog volt, és ezért egyértelmű volt, hogy mi megtaláltuk a közös hangnemet. Ráadásul pont egy olyan helyzetbe kerültünk, amikor így ketten együtt küzdöttünk egy közös jó célért, tipikus magyar történet, ott, ahol vettünk lakást, ott a bank bedöntötte a kivitelezőt, és mindenféle bírósági eljárások voltak, és kb. Így mi ketten harcoltunk úgy igazából az igazunkért, meg az egész házért, és hát végül is így alakult, hogy fél évig mi ketten laktunk egy ilyen, nem tudom, 60 lakásos újépítésű társasházba. Tehát, hogy ez így indult ez a közös történet. Mondtuk is mindig, hogy mi háborúban edződtünk, és akkor innen jön a BME focis vonalról a Dokler és a Gyuri, a Gattyán úr, és ez a hármas így leült, és talán viccesen hangzik, de tényleg egy hosszú beszélgetés után, mégis így rajtam keresztül, de Gábort is megismerve, így hárman így eldöntöttük, hogy akkor akarunk-e egymással dolgozni? Így az elhangzottak alapján, aha, igen. De ez már a legelején, akkor már a legelején is a Gyuri is be volt vonva a sztoriba? Tehát nem kellett ahhoz eredményeket letennetek először? Szinte majdnem a legelején. Nem volt olyan eredményünk. Megvolt már az asztal prototípusa, és volt is pár nemzetközi komoly tárgyalásunk, de nem volt még a techból publikus, meg semmi, tehát így nem ismerte senki. Mondom, egy-két nagyon komoly ilyen Katarba, meg Los Angelesbe voltak, és voltak is lehetőségeink. Csak az az igazság, hogy valahogy ez a világ ez elment ebbe a nagyon kabzsi irányba, és ha nincs meg az emberi jó érzés, meg az emberi jó oldal, akkor mi meg nem szívesen adtuk volna el csak azért, hogy mi jól járjunk anyagilag. Ezt egy picit saját gyerekünként kezeljük a mai napig, és ez egy ilyen hármas házasság, ahol neveljük ezt a gyereket. És mi voltunk olyan anyagi helyzetben a Gáborral már akkor is, hogy nem kenyérre kellett. Tehát nem az volt, hogy na, akkor kiszálltunk, és akkor mi már jól vagyunk. Tehát nem volt ez. Nyilván lehetett volna így is dönteni, hogy akkor ilyen részegzit, eladjuk a patentet, meg a szabadalmakat, meg mindent, és akkor kiszálltunk, és a katariak, vigyétek. Ugye ők is egy picit így gondolkodtak, és lehet, ebben volt hiúság is, hogy de minket nem árt, tehát mi azért nem így működünk. Elfogadjuk, meg tiszteljük, hogy van pénz, de jobb szerettük volna átélni ezt az egész utazást, és mivel nem arról volt szó, hogy ha nincs pénz, akkor csődbe megyünk, vagy nem tudunk majd mit csinálni az életünkben, viszonylag akkor is sikeresnek mondható életutunk volt, így nem volt kényszer, hogy mi csak azért dolgozzunk valakivel, mert pénz van. Világos. De egyébként akkor Katartól kaptatok egy ilyen nagyon komoly ajánlatot? Igen, nevezhetjük. Az mit jelent, kíváncsi vagyok számokban? Hát nagyjából a volt pár feltétele, például gyártás, kicsit katarivá vált volna a techból, inkább úgy mondom, de több tízmillió dolláros volt az ajánlva. Tehát fejenként azért el tudtunk volna sétálni mai magyar szempontból sok milliárdos összeg. Ez már a legelején? Igen. Ja, a legelején. Aha. Azért, mert hogy ma már azért sokkal tovább jutottatok, tehát azért úgy, hogy ma már a leges, leghíresebb focisták is ismerik a techbolt, és igen, használják. Igen. De ugye a katariak akkor kezdték ezeket a foci projekteket, picit, mint most a szaudiak, ahogy kezdik. Igen. Szóval, hogy ott érzelmi balapon tudnak döntés hozni, hogy mi az, ami lehet, tehát nem nézik, hogy Paris Saint-Germainben a Neymar 200, nem tudom hány milliós átigazolási díja. Igen. Picit marketing is, hogy miénk a legnagyobb. Igen. Tehát, hogy hát meg most a Cristiano Ronaldo. Persze, tehát ha látjuk ezeket a számokat, hogy a sportban, a fociban azért itt más az érzelmi sík. Hát nincs ugyanaz, de hát itt akár Magyarországon is. Itt nem az üzleti racionalitás az egyetlen szempont. Cristiano Ronaldo üzleti racionalitásból lehet nem érné meg, de országreputációból, marketingből, egyéb üzleti dolgok miatt meg visszahozza az árát. Igen. Hát azért bőven lehet az ő márkájára építeni is. Igen, de nap végén
tehát szóval Szaúd-Arábiába azért itt más megfontolásai is. Persze, hát ahol végtelen pénz van, ott kicsit más a döntés. Vedd úgy, hogy igen. Tehát, igen. Hogy a végtelen pénz hazája, főleg most, mert ezekből a konfliktusos helyzetekből pont az arab öböl országok ezek óriási többletet tudnak kiszedni. Igen. És akkor nektek most mi a cél egyébként? Mert azért elég sok helyig eljutottatok, tehát most már tényleg szinte az egész világon ismernek titeket, meg előszeretettel játsszák ugye a komoly focisták is, hogy most hova tovább? Most jön a gazdasági része a techballnak. Ugye ezt is így kevesebben értették, meg talán Magyarországon, hogy ez nem egy 1-2 éves dolog. Ez nem a magyar szokásos gondolat, hogy na, azonnal gazdagodjunk meg. Hanem ez az amerikai UFC-szerű, hogy 15-20 év alatt hogyan lehet egy pár millió dollárosból építeni egy 1-2 milliárdos dolgot, sőt, mi merészebbek vagyunk. Tehát, hogy az, hogy mondjuk egy amerikai tőzsdére lehessen vinni egy techbolt, azt meg lehet csinálni. De ahhoz el kell telni azoknak az éveknek, azoknak a rendszereknek fel kell állnia, azoknak a partnereknek be kell jönnie, amik így beárazzák, bepozicionálják a techbolt. Nyilván most már sokkal egyszerűbb, mint az elején, mert most már Messitől kezdve Beckhamig mindenki techbolozik, és most már nem kérdezik meg, hogy ez jó-e, meg mi ez. De még mindig az ismertsége nagyon-nagyon kicsi. Oké, hogy most már szembe jön TikTokon, meg social médián, meg sok millióan követnek, meg sporták vagyunk, meg Hungarikum vagyunk. Persze, ez az így az első etapnak a következménye. Az igazi nagy meló az első 4-5 év volt, ahol még mindig ugyanolyan lelkesedéssel el kellett mondani, meggyőzni. Tehát, ha van Messid, igazából bármit el tudtam. Igen. De ha nincsen, akkor... Az más. Hogyan? Szia! Nagyon örülök, hogy itt vagy. Kérlek szépen nyomj egy lájkot, meg egy feliratkozást, hogyha tetszik a videó, és további jó nézést kívánok!